Ez itt a Szóban Forgó Podcast, Szlaukó Babál Orsival és Kovács Viktorral. Szavak és hangulatok a transzcendensről és társadalomról, Istenről és emberről, hitről és egyházról, egyenesen az egyházból. Szeretettel köszöntök mindenkit a Szóban Forgó Podcast 12. hadásában, ahol a vendégünk Kovács András Péter, humorista, író, nem tudom, a stand-up comedy egy megalapító. Igen, a stand-up comedy pápája, <laughs> ha lehet ilyet a szót használni <laughs> evangélikus műsorban. <laughs> és... Azt elmondom az evangélikusoknak, hogy a pápa római katolikus egyház feje, csak hogyha így nem, 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 nem tudnák, ugye? vagy a metropolitája, mert mi vagyok metropolitája, ilyen. Püspöke és, püspöke, és, az úgy stimmel. És, és a podcast Hazai podcast uh, uh, ég, uh, álló és egyben hulló csillaga. <laughs> Köszönjük. Szóval szeretettel köszöntünk. Illetve még mielőtt itt nagyon belecsapnánk a témákba, előtte elmondanám, hogy az adás elérhető a Magyarországi Evangélikus Egyház YouTube csatornáján, illetve a Spotify-on, ott megtaláltok bennünket. És a mai adásnak, mint minden adásunknak, a támogatója a Luther kiadó, Úgyhogy, ha szeretnétek bennünket támogatni, akkor a Luther kiadó könyves tudtok vásárolni, és így tudtok bennünket hozzásegíteni, ahhoz, hogy minél több újadást e, tudjunk felvenni. Akkor András, nagyon szeretettel köszöntünk! Én is! Erős váram Istenünk! Erős vár! Erős vár. Istent, Arra gondoltam, hogy sok mindent hallottunk rólad, Én nagyon sok podcastot is megnéztem, egyébként egy ilyen követőd és rajogód is vagyok egyben, tehát úgy... Szólítom, megvallom. Viszont arra gondoltam az első kérdésnél, hogy gyerekkorodban mond, tehát mondtad többször is, hogy te volt egy olyan gondolatod és egy olyan vezérfonalat, hogy te szeretnél pap lenni. És engem az érdekel, hogy a neveltetésed, vagy mi az, ami eljutott odáig, hogy te egyáltalán gondolkodtál azon, hogy pap lennél. Igen, ez, ez az a gondolat, ami mindhárunkban felmerült, csak nektek sikerült is <laughs> <Igen. gül> lelkészé válni. Majd azt én is visszakérdezek, meg nem is érdekel, de nálam egyértelmű volt, hogy nem, nem nagyon volt perspektívám. Tehát én egy munkás családban nőttem fel budafokon, némi anyagi és érzelmi bizonytalanságban, és onnan csöppentem be a Szent Imre, mai Szent Imre gimnáziumba, a 11. kerületbe, ami egyszerre volt nekem így a felemelkedés a, a középosztályba, így a, a, a szellemi megnyilásom, meg a, a lelki felnőtté válásom így, így, így együtt. És de nekem nem voltak korábban utak vagy minták, hogy, hogy nagybátyám orvos, nagynéném mérnök, és akkor tudok orientálódni, hanem az volt, hogy ha nem sofőr leszek, vagy rakodó munkás, akkor az majd most a gimibe kiderül, hogy mi. És a, a papok voltak nekünk ilyen, a szerzetes tanáraink ilyen nagyon erősen világító példák, ilyen frissen végzett, több diplomás, nagyon lendületes, nagyon tüzes és nagyon hiteles emberek, és ott volt a rendház az iskola mellett, sokat átjártunk délután, és ez egy, ez egy ilyen teljesen élhető, életútnak tűnt, amellett, hogy nyilván volt egy egy, egy nagyon erősen és mélyen megélt Isten hittem. És akkor úgy éreztem, hogy én ebben, ebben így el tudnám képzelni a, az életemet. Tíz éves korom óta minisztráltam, tehát, hogy így ott voltam állandóan az oltár körül, láttam, hogy mi történik. Az egész liturgiában, meg mindenben ilyen nagyon-nagyon ilyen otthonosan mozogtam. Tehát gyakorlatilag az, az volt az a pálya, amit a, annak ide legjobban ismertem. Havaszeg focipályán lébecoltam volna tízes korom óta, akkor focista akartam volna lenni. Úgyhogy nálam ezek, ezek értek így össze. Aztán nyilván, ahogy láttam így a, a kamaszéveim alatt egyre több és több utat és lehetőséget, úgy nyilván ez, ez némileg elhalványult. És a család... nálatok hogy jött egyébként? És a, de, a családból hoztad különben azt, hogy te most már tíz éves, te tíz éves korodtól kezdve minisztráltál. Igen, tálás. nagymamám rángatott a Nagyon ez volt, az volt élő erő. igen. Igen, hogy a volt, ma. egy, volt egy kommunizmus előtti generáció, aki keményen és kitartóan járta a templomokat, és nyilván szüleimnél ez nem volt olyan karakteres és jellemző, de anyám mindig elrángatott misére, beiratott hittarra, aztán minisztrálni, aztán mindig az volt, hogy bezek a kovács, milyen szépen olvas. Az összes többi nagymama ezt mondta a gyerekének, milyen bezeg a kovács, milyen szépen, kovácsnak bezeg, milyen szépen ki van keményítve az inge. Úgyhogy én, én voltam az ilyen bezeg, bezeg, katolikus. Kisfiú. Igen, kisfiú, igen. Tök jó. Na de nálatok szülők, vagy, vagy gondolom evangélikus család mind a kettőtöknél? Ez, ez nekem hasonló a tiédhez, hogy nekem a nagymama volt az ilyen ösztökélő erő, aki Aha. elvitt templomba, nem szerettem járni és aztán eljött a konfirmáció. Ott, ott... És ez azóta sem változott. Nem, nem, eljött a konfirmáció, és ez a tipikus az a gyerek voltam, aki kikonfirmáltam az egyházból. Tehát az a 12 évesen lekonfirmálsz, picit olyan kényszerítő erő alatt, meg a család, jó, de szép a gyerek, lefényképezzük. És aztán, ö, aztán úgy volt egy nagy üresség, tehát ott nem, nem, nagyon jártam, és aztán a Fasori Evangélikus Gimnáziumba elkezdtem Aha. járni, és nekem ott jött az a pont, hogy én azt mondtam, hogy hogy engem ebben a közösségépítés érdekel. Tehát nem, nem első körben az volt, hogy megvolt a hitem, uh -huh. az, az így fejl, fejlődött alatta, hanem inkább az, hogy hogy azt láttam, hogy de jó közösségben uh -huh. lenni, szervezni, közösségben lenni, mindent jobb megélni, és bennem ez volt egy ilyen ösztönző erő. Ott Aha. így a gimik közepén, mondjuk. Na, van. hát a szolgálat része. De uh -huh. Hát nekem teljesen más, tehát én teljesen outsider vagyok. A, vagy hát a beérkezésem az, az teljesen ezen kívülről, az egyházon kívül érkezett meg. Tehát én nem kaptam vallásos nevelést, én 18 évesen konfirmáltam. De ítélte a 12 évesen? De egyedül, 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 az külön a felnőtt konfirmáció. Kihalazzott a hangod? Igen, igen, az én hangom mélyebb volt. Igen. Igen. Szóval, hogy, hogy, hogy én teljesen máshonnan érkeztem és nagyon izgalmas ebben a tekintetben, hogy amikor én elkezdtem járni az evangélikus templomba, akkor, akkor tudtam meg, hogy az egyik nagymamám evangélikus. Tehát, hogy, tehát, hogy ennyire nem volt ez így Aha. beszédtéma ebben, a, ebben a, 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 tehát a mi családi körünkben ez a vonal, úgyhogy én teljesen kívülről érkeztem Aha. meg aztán a, a, az egyházba. De én már akkor úgy érkeztem meg, hogy én tudtam, hogy én valamilyen formában a transzcendenshez akarok kapcsolódni így hivatásszerűen, csak ennek a helye lett meg később is. De a vonal. Uh -huh. Tehát ez ebből a szempontból egy kicsit más, mint a nagy átlag. Aha. Meg talán az is, hogy szerintem az ember, ahogy az életet telik, teljesen más istenképünk van. Tehát, hogy annyira változó. Igen. És nekem például tökéletes tetszett az a, az életet filmje, um, Humorod hogy ott tényleg a, a nulladik pillanattól a legvégéig tulajdonképpen végigmész az életen. És nekem pont ugyanez van a hitemben is, hogy így elképzelem, hogy hogy az Isten mondjuk nekem milyen volt gyerekként, milyen Istenképen volt, milyen Istenképen volt kamaszként, vagy aztán, amikor leérettségiztem, amikor egyetemre jártam, aztán, amikor férjehez mentem, és akkor így szépen sorba, és hogy elképesztően változó. Igen. Hogy te hogy, hogy érzed, hogy a te Istenképed az az hogyan változott? Vagy? Hát ugyanezt. Tehát, hogy, hogy az Istenkép, az így követi a, a szülőkről alkotott képet nagyjából pár év lemaradással. Tehát, hogy, hogy hat éves korodig a szüleid az Istenek. És az aztán utána, mert nem a szüleid az istenek, akkor lesz az Isten az Isten. És aztán ugyanúgy, ahogy kamaszként nyilván van egy ilyen nagyon szenvedélyes, nagyon romantikus, vagy mindent, vagy semmit érzés. Tehát, hogy ha, ha valamikor az életben nagyon ö, ö, vallásos vagy az a kamaszkor, amikor azt is olyan, ugyanolyan szenvedéllyel akarod megélni, mint a, vagy mint pont a nem. szerelmet. De vagy pont nem. vagy pont igen, igen, igen. Nagyon utálod. Igen, igen, igen és aztán így helyre rázódik, és így nem tudom én, 25 éves korodra ugyanúgy beáll, mint a szüleidhez való viszony. Hogy tudod, hogy mi múlik rajtad, mi múlik rajtuk, vagy mi múlik Istenen, mi az, amivel rohansz haza, mi az, amit el tudsz intézni magadban is, köszönöd szépen, és hogy így, így egy, 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 ilyen, egy ilyen felnőtt viszony lesz. Bennem legalábbis így így fordult meg, és, és egy, ilyen, egy ilyen kihúzódó kamaszkorban, így nem tudom, én, 25 67 évesen ö, szelidült meg ez a kamaszként nagyon lángoló istenhit. És lett belőle egy olyan, hogy, 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 tök jó, de nem kell tehát nem fog azért fohászkodni, hogy meglegyen a lakáskulcsom, mm -hmm. amikor, mm. amikor nem tudom, egy hihetetlen összetett univerzumot kell igazgatni, akkor viszont az én lakáskulcsom élvez preferenciát, és azóta is így, 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 így tudom a helyemet, meg, meg tudom Isten helyét is így az én világomban, és ez így tök jó. Igen, az az izgalmas az Isten kapcsolatban, hogy ez kapcsolat. Tehát Igen. ez nem azt jelenti, hogy én viszonyulok valahogy az Istenhez, hanem hogy egymáshoz viszonyulunk. És ez szerintem egy tök izgalmas dolog, hogy az Isten uh, hagyja is az a jó terve, hogy, hogy az ember felnőjön. Uh -huh. Tehát, hogy nem egyfajta ilyen gyereki, uh, nagyon lekeretezett uh, állapotban akarja tartani az embert, hanem, uh -huh. hanem, hanem amikor én fel, felnővök, akkor, akkor és spirituálisan is felnövök, nem csak biológiailag, meg mentálisan, meg akárhogy reménység szerint, hanem spirituálisan is felnövök, akkor az Istennel való kapcsolatom is ugyanúgy megváltozik, mint, mint amúgy bármely más személlyel való kapcsolatom, és akkor ott már nem a kulcskereséskor nem Igen. fohászkodom, mert hogy ez már az én felelősségemben van, és ettől én nem tartom kevesebbre az Istent, vagy nem az van, hogy nem hiszem el, hogy ő segí ne segítene nekem a kulcsomat megtalálni, mert egyszerűen ez az én feladatom, és Igen. ez szerintem így van. Ilyen lelki szobatisztaság, nem? Igen. hogy már nem, kell, nem vagy... kell lelkileg pelenkázni, hanem Igen. Már, Igen. már nagy fiú vagy ilyen szempontból. De egyébként én ezen, ezen már régóta bekengek, hogy, hogy, hogy Jézust is bizonyos szempontból tökre félreértjük, mert ugye ez van, ez a, a katolikusoknál van egy ilyen nagyon szép, nagyon ilyen jól kenhető ének, hogy Jézus a megszívén És hogy, hogy, ez van, hogy így, hogy így, 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 így Jézushoz gyermekeiként fohászkodunk, és, így, és hogy közben meg, ő, na, ha, ha, valaki, akkor ő felnőtt volt. Tehát, hogy tényleg egy felnőtt, érett, karakán határozott ember, aki érted, bement a templomba, rendet csapott a kufárok között, odaállt a ferezeusok elé, egy a sok ellen, értett, ott helytált, megmondta nekik a magáét, kivonult a pusztába, kicsit kifújta magát, kicsit izé felszívta magát, megint visszament, izé, és hogy, 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 hogy miért, miért nem ezt miért nem ezt a kemény, ilyen western hős. De tényleg, egy, ez, egy, egy western, miért, miért, nem ezt látjuk benne, és miért nem azt, hogy nekünk is ugyanilyen ö, keményen és autoriter módon és felnőtt módon kéne gatyába rázni a, a saját életünket, ahelyett, hogy, 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 ilyen, ilyen gyermekként, örök, örök gyermekként ö, viszonyulnánk. Különben olyan. szerintem ez is jól kapcsolódik a, a, az emberi viszonyokban lévő szülő-gyermek kapcsolathoz, mert attól, hogy én felnövök, attól a szülő még a szülő, de mégis más a kapcsolat. Igen. Tehát, hogy maga a kettőnknek a, a, az úgymond pozíciója, mondjuk így, most hirtelen ezt a szót találtam, és a kettőnk közötti viszony az az nem, nem egy és ugyanaz. Tehát az én szüleim mindig a szüleim lesznek, de a, a, a viszony, én mindig a gyerekük leszek, ez a, az, amit én az előbb pozíciónak igen. neveztem jobb hián, de hogy az a kapcsolódás, amiben mi együtt vagyunk, annak változnia kellene. Igen. Az évtizedek során, és, és, ez, és ez az Isten kapcsolatban is. Hát igen, csak itt ugye, az, szerintem az is benne van ebben, hogyha a szülő nem tudja a szerepét betölteni. Uh -huh. Tehát, hogyha az van, hogy igen, én a gyereke vagyok, de ő a szülőm, de nem tud a szülőm lenni valamiért, akkor nem tudja betölteni a szerepét, és akkor ez a bennem lévő gyermek sérül meg úgy. Igen, akkor te se tudod megélni. Így rendesen. van, és tudom megélni azt, hogy, hogy, én gyerek legyek Igen. ebben a kapcsolatban, és szerintem az Isten kapcsolat is ilyen, hogyha a szülő kapcsolatom nyilván nem annyira uh -huh. stabil, vagy nem olyan stabil hátterem van, akkor valószínűleg az Isten kapcsolatom is mindenkinek lábadozik, és mindenkinek kínlódik, meg töredezett, meg nem tudom, de hogy alapvetően szerintem az is nehezebben fejlődik. Sőt, vagy... sőt ugye, hogyha ha, ha gyerekként nem tudsz gyerek lenni, akkor megvan az a veszély, hogy később próbálsz. Van. És van ez a Pán Péter szindróma, hogy egyszerűen még 50-60 évesen is gyerek vagy, és nem válasz felelősséget, és hülye is játékaid vannak, meg nem tudom, és ugyanígy a, a, nem tudom én, hívő emberként is lehetsz még gyermeki állapotban 50-60 évesen, a szó rossz értelmében. Tehát, hogy van az a fajta jó gyerek, az a rácsodálkozó, az a, a nyitott, és de, de hogy, meg a belső gyerek az ott van mindenkiben, örökre. Tehát, hogy az a, az a 6-7 éves gyerek az, az ott van, akkor van baj, hogyha ha, ha, ha rosszkor élet meg a, igen. a gyerekkor. Igen. A másik, hogy a gyerekeidet te hogy neveled? Ilyen istenhit szempontból. Tehát, hogy te ebben mutatsz nekik irányt, vagy, vagy, vagy küldöd őket, vagy ez hogy néz ki? Hát ez, ez változó, hát változó, hektikus, mert ugye én katolikus vagyok, a feleségem református, és annak idején úgy adtak minket össze, ha én vegyes házasság volt, ugye, Éh. fiú-lány, és <laughs> <laughs> <jel> old <gül> igen, igen. <gül> Semmi trendi. <laughs> igen, igen, igen. És nem, hát ugye ott volt egy katolikus pap, meg egy református lelkész, így egy ilyen fehér ruhás ember, meg egy ilyen jó zsadi rossz És és akkor ö, ott ö, megígértem a reverzálisból, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy a gyerekeim katolikusok legyenek, de hát azt nem tudja a katolikus egyház, hogy az én minden erőm az nagyon Medita. kevés az én felelősségemhez <laughs> képest. Igen, úgyhogy végül az lett a díl, hogy a lányok a reformátusok lettek, amiből egy darab lány született, fiúk meg katolikusok. És például az ikrek keresztelőjén ez nagyon vicces volt, hogy egy nap volt a kettejük keresztelője, de két külön intézményben. De ott, ott, volt, ott voltak nyilván. Tehát, hogy, és akkor az vicces volt, hogy én fogtam a, a fiam, a feleségem fogta a lányomat, azt megkeresztelt a lányt a, a református lelkész, és utána a nénék odajöttek, hogy a kisfiút miért nem keresztelte meg a lelkész. És mondtuk, hogy azért, mert ő zsidó. <gül> 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 és akkor utána mentünk át a katolikus templomba, ugye ez fordítva. Úgyhogy így, de, de, aztán nyilván nem úgy van, hogy vasárnap felkelekedünk, és akkor a fiúk a katolikus templomba mennek, lányok a református templomba, hanem végül nekem is úgy alakult a helyi katolikus Hát mondanám, hogy a templom az igazából az előző plébánossal a, a, a viszonyom, hogy hogy végül is a református egyházat választottam. A gyerekek református cserkészetre járnak mindannyian, illetve a fiam most már református iskolába jár, a bármadasba, és most, most vették át az ikreket mm -hmm. is. Úgyhogy, úgyhogy ez a református vonal győzött. Mm -hmm. Abszolút. A feleséged. A protestáns vonal, ne, igen. <laughs> igen. igen. Nagyon izgalmas, hogy így... Hogy Mennyire összefonódik most itt a beszélgetésünkben is a, 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 az Istennel való kapcsolat és a család alapvetően. És szinte közhely már az, és az egyházban, amit szoktunk mondani, hogy, hogy, hogy mennyire összekapcsolódik azok a kapcsolódási pontok, amelyekben létezünk a hétköznapokban, és az Istennel való kapcsolatunk, hogy, hogy az önismeret és az Istenismeretnek össze kell kapcsolódni, és nincsen Isten ismeret önismeret nélkül, és nincsen önismeret Isten ismeret nélkül. Vagy hát nagyon fals lesz. Nagyon fals lesz, igen, igen. És a podcastjaiddal is, és az önálló estjeidben is, én mindig nagyon érzek egy nagyon erős önismereti vonalt, mm -hmm. ami, amit, amit te behozol. Talán a, 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 talán a Rásko Eszter mondta a Partizános interjújában, hogy hogy te voltál az egyik első, aki a, az igazán komoly és mély lelki témákat behoztad ebbe a, ebbe a műfajba, és hogy ezt te hogy éled meg ezt a, ezt a kettősséget, ezt az önismereti vonalat, a humornak a vonalát, és hogyha ez még hozzá tudod csapni így egy kicsit az Isten is, akkor az... Ezt én nagyon élvezem, nagyon élvezem, mert, mert külön kihívás mindig megnevettetni is az embereket, tehát hogy tényleg egy ilyen őszinte gurgulázó nevetést kicsikarni az emberekből, de ugyanakkor meg akkor érzem teljesnek a képet, hogyha ha így tehát, hogy a humort, ezt is már mondtam máshol is, hogy két dologra lehet használni, hogy megmutasd vele magad, vagy hogy eltakard. Tehát, hogy el lehet ütni valamit egy tréfával, ami igenis nagyon komoly, vagy pedig vagy pedig el lehet mondani valamit viccel úgy, hogy úgy beszélsz valamiről, hogy nem mondott ki, de mindenki pontosan ismeri. Tehát, hogy, hogy igaz. Hiába, mm. hiába viccel, de mégis igaz. És ez, ez nekem tök nagy kihívás, hogy így, hogy na most akkor nevetünk, na most akkor ide bejön a komoly rész, na most izé, utána rávágunk valami hihetetlen szemtelen, pofátlan dolgot. Tehát, hogy így, így, így mindig, mindig élvezem ezt a lavírozást, és azt is élvezem, ha, ha így, nem tudom én, mostanában feltűntek nénik a nézőtéren. Mm és pontosan látom, hogy hol botránkoznak meg, és tudom, hogy ők azért jöttek, hogy jaj, majd lesznek szép dolgok, de azért pontosan látom, hogy, <laughs> hogy, hogy hol, hol botránkoznak <laughs> meg, mert hogy ez is, a, ez is az ember része. Hogy, hogy, tehát akkor, akkor, jó a vicc, hogyha ha bizonyos szempontból gátlástalan. És ez olyan, olyan mint egy nem tudom én, mint egy testépítő. Uh -huh. Tehát az hogy, az, hogy nyáron a strandon leveszed a pólódat, az nem kérdés, mint ahogy a stand-upban sem kérdés, hogy le kell venni a, a, a pólódat, ezt a bizonyos lelki pólódat, hogy lássák uh -huh. azt, ami ott van. Uh -huh. Viszont, hogy mit látnak, az, az nem, nem akkor dől el, amikor leveszed a pólódat, hanem hosszú-hosszú uh -huh. hosszú évekkel előtte. Uh -huh. és, és azóta is egy ilyen hosszú kitartó munka. Tehát, hogy én, én így állok hozzá, hogy hogy az önismeret az, 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 az folyamatos, meg ez a fajta ilyen öngyógyítás, meg, meg a, a, a saját magamnak, meg a világnak, meg ennek az egésznek a, a folyamatos kutatása és újraértelmezése, kifejezetten azzal a célral, hogy jobb ember legyek. Uh -huh. És amikor le kell vetni a, a pólómat a színpadon, akkor azt bátran megtehetem, mert mert azt, ezt a fajta, nem tudom én... Jó szándékot, vagy jobbító szándékot, ezt akkor is érzik az emberek, hogyha esetleg egy olyan poén mögé rejtem, amiben esetleg van egy csúnya uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Egyébként a, szerintem ez az egyik legnehezebb műfaj, hogy az ember magából ad, önmagát adja, mert amikor például az életet film, vagy akár melyik humorodban, te azért nagyon adod önmagadat, és adod azokat a tapasztalatokat, életben megélt kríziseket, egyébként tragédiákat is olykor, ami, ami szerintem egy borzasztó nagy önismereti út is. És egy lelkészhez hasonlítottam egyébként a te munkádat, mint humort, hogy amikor mi fölkészülünk egy ige hirdetésre, egy adott ígérő, az persze teológiai tudás, meg persze Biblia ismeret, de ha nem rakom bele magamat, Fó, igen. akkor, bocsánat, az egy száraz szöveg, ami nem adott semmit, elmentél a templomba, de úgy mentél ki, hogy nem kaptál semmit. És ez borzasztó. És ez borzasztó. És hogyha én is ezt érzem, hogyha a szószéken tök jó, megvan a teológia, megvan a biblia, igen, de ha nincs ott a személyes tapasztalat, a személyes példa, az a személyes átélt tragédia, krízis, amit át tudok adni, akkor ért, kicsit értelmetlen az igen. egész szerintem. És ha nem megy el úgy az ember a templomból, hogy kérdéseket kapott, nem kell exakt válaszokat kapni, de elgondolkodtatni kell. És én ezt érzem a te bár munkásságodban, hogy így tudsz adni az embereknek, hogy egyszerűen ők megélhetik ugyanazt, amit te is konkrét tapasztalásokkal példák, és beleképzeni magát egy adott élethelyzetbe. Hát sőt, meg is élik, tehát hogy pont ez a, pont ez a szépsége az egésznek, hogy amikor én, én magamról beszélek, akkor nem magamról beszélek. Ezben Mindenkiről. a, Ezben én. a nagyszerű, hogy olyan mérhetetlenül egyformák vagyunk. Úgy tudunk fújni egymásra, meg acsarkodni különböző repedések mentén, közben annyira annyira mérhetetlenül egyformák vagyunk, hogy valami elképesztő. És pont ezért, pont ezért beszélhetek bátran a színpadon bármiről, mert, mert tudom, hogy az hogy, hogy ott fog majd visszhangozni a, az emberekben. Ö, és ez egyébként volt egy ilyen nagyon rossz élményem, tavaly ö, lementünk karácsonykor a katolikus templomba, 25-én reggel, és ez volt a predikáció szó szerint, hogy mert néha eltévejedünk az útról, de a kegyelem segítségével visszatalálunk, és, és nem hiszem, hogy karácsonykor tényleg, amikor annyi mindenről lehetne beszélni. Mm. Sok, ez a prédik, és azért mentünk le, mert a fiam trombita tanára játszott fönn az orgona mellett. És uh, akkor megvolt az elbocsátás, kivonultak a hívek, és akkor belecsapott az orgona, meg a trombita, és az az öt perc játék, az nekem többet adott lelkileg, mm. mint, mint, mint az a 15 perc száraz prédikáció. Izgalmas, mert hogy én ahogyan az ige hirdetésről gondolkodom, hogy az nem produktum. Tehát, hogy ez nem úgy néz ki, hogy ott van a gyülekezet, itt vagyok én, és akkor a középre kirakom a produktumot, uh -huh. hanem, hogy, hanem hogy mi mind együtt vagyunk. Uh -huh. És talán ez a közös a színházban, aminek mondjuk nyilván a stand-up is része, vagy nekem is én úgy gondolom, uh -huh. hogy ebből a szempontból a színháznak a része, és a, és a templomnak, hogy mi ott mind együtt vagyunk uh -huh. egy ernyő alatt. Behúzódunk mindannyian oda, és együtt vagyunk, és együtt éljük meg azt, amit, amit megélünk. Tehát módszertanilag talán így, uh -huh. így rezonálok arra, amit az, az Orsi mondott, hogy, 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 hogy módszertanilag így, így tudjuk tulajdonképpen azt a, azt a közös élményt Majdnem azt mondtam, hogy előállítani, de nem. Tehát azt a közös élményt megélni és hmm. megtapasztalni, ami aztán tovább tud vinni bennünket. Igen. Igen, de ugyanakkor van egy tök nagy különbség köztem is köztetek, hogy, hogy a, a velem való azonosulását a, a nézőnek nagyban segíti az, hogy én a színpadon nyugodtan lehetek bukott ember. Sőt, az, az igazi nevetés, ezt Hanvas Béla írta, az mindig bukást kísér. Tehát mindig azon nevetünk, hogy valaki elbotlik, mindig valaki kárára nevetünk, aki általában én vagyok. Tehát én például a mostani estemben elmesélem a színpadon azt, hogy ö, annak ellenére, hogy itt kiállok, nem tudom én, a szenvedélybetegség ellen, meg nem tudom milyen családból jövök, ennek ellenére, ö, hogy sikerült berúgnom fényes nappal nyilvános helyen úgy, hogy a gyerekeim rám voltak bízva és velem voltak. Ami egy, ami egy <laughs> nem egy dicső mi, történet, mi, mi hobbit, és biztonság. ha te ezt elmeséled a szószéken, akkor, akkor azt fogják, minimum azt mondják, hogy nem hiteles a lelkész, vagy, azt, vagy a vesztedet és a véredet követelik, hogy egy ilyen ember nekem ne álljon ki a, a szószékre. Egyébként ez tök jó, amit mondasz. Én ezért szeretek evangélikus lenni, meg a református is még ezt talán közelebb áll, de hogy talán a katolikusoknál érződik ezt, hogy a lelkész vagy a pap nagyon szent, sértetetlen, tökéletes. Uh -huh. És én azt érzem, hogy a protestáns egyházban nem ez van. Tehát, hogy persze igazad van, ha én ezt elmondanám a szószékről, hogy hogy rúgtam be, az nem lenne annyira jó. De hogy alapvetően az, hogy esendő ember vagyok, elhibázom, nehézségeim vannak, azt úgy tudja a gyülekezet, és ettől hiteles a lelkész, uh -huh. hogy ő is ember, ő is elkövet egy csomó minden hibát, nehézséget, megtörténik vele is az, ami mással, és ettől lesz a közösség és a lelkész közelebb egymáshoz. Ha én megtartom azt, hogy fúj mindent jól csák, amúgy meg ők uh -huh. meg szent, akkor nem tudok velük közösségként uh -huh. lenni. És egy másik gondolat úgy Viktorhoz, hogy amiben még közösek vagyunk, szerintem az az, hogy nincsenek eszközök, mint színház vagy. Csak mm -hmm. mi és a szó. Tehát, hogy nincs állarc, nincs jelmez, nincs extra. Nincs fény. Nincs fényeffekt, meg hangeffekt, meg nem tudom, hanem az adott szó van, meg, meg mi, meg esetleg a, a közösség, meg Isten. Tehát, hogy ezek a adott eszközök vannak, de nincs extra ex mm -hmm. eszköz, amivel én nem tudom átadjak bármit is. És ez szerintem tök jó dolog. Igen, és egyben ez a legősibb dolog is. Tehát amikor ültünk a tábortűz után, és meséltünk, tehát hogy, hogy ez a legősibb dolog is, meg, meg, meg az benne a szép, hogy bár igen, nincs fény, nincs nincs hang, nincs díszlet, nincs semmi, ami konkrét, pont ettől lesz nagyszerű, hogy a, a hallgató viszont cserébe azt fest magának a képzeletbeli vásznára, amit, amit ő akar. És én nekem például ezért nem is szabad túl konkrétnak lennem a színpadon. Tehát azt mondom, mm. hogy a feleségem. Nem mehetek bele abba, hogy az a magas szőkedő, vagy alacsony feketedő, vagy nem igen, tudom. Nagyon nehezebb mert, 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 azonos igen, azonos mert, mert, mert hadd képzelje ő oda a saját feleségét. Vagy amikor azt mondom, hogy a kutya, akkor, mm. akkor ő a saját kutyáját fogja meglátni, vagy a gyerekkori kutyáját az eszi, vagy nem tudom. És ezzel már egy lépéssel közelebb van hozzá az egész történet. És amikor te is mondasz a szószékről valamit, ö, akkor, akkor abban, abban a saját ö, eddigi élményeik megemlékeznek. Fognak fognak visszhangozni, ami sokkal erősebb, mint hogyha valami konkrétat adatolsz. Különben erre is megvan, vagy nem is tudom, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, de hogy erre is megvan az egyházi vonal, amit úgy, úgy mondunk, hogy ihletett olvasó. Tehát, hogy a szentírást, amit az Isten ihletett, hogy az, hogy az ott, hogy, hogy, az nekünk meg legyen, és a vele való kapcsolattartásnak eszköze legyen, abban az ihletés az nem csak az írókat ihlette az Isten, hanem az olvasókat is, akik, akik, akik olvassák azt és bennük is teljesen új képeket tud festeni, hogyha így uh -huh. ezzel ezzel a hasonlattal akarok Teljesen új képeket, ugyanazokkal a szavakkal, amik, amik már 2000 éve ott vannak, azokban a hívő emberekben azóta újabb és újabb egészen egyéni képek Igen. születnek meg. És képzeld el, hogy nem lenne nem, tehát nem, nem lenne hatályos ma a, a szentírás, hogyha most, amikor mobiltelefont aznak meg repülők vannak az égen, meg nem tudom, hogyha, hogyha annyira konkrét lett volna, hogy csak abban a korban, csak azok között, a gazdasági viszonyok között lehet értelmezni. Jó, néha így is kell egy-egy kis hogy mi az a talentum, vagy nem tudom, igen, tehát, hogy meg milyen pénzegység, meg hány ide, De hogy, hogy, hogy amúgy meg pont ezért tud örökérvényű lenni, mert, mert nem, nem konkrét, nem aktuális, hanem univerzális. Igen. Ugye? Ja. <laughs> Igen. Igen. De ezt tök jól mondtad amúgy, univerzális. És egyébként én is erre törekszem, hogy nyilván lehetne annyi aktuális magas labdát leütni, de annyit. viszont az két év múlva már senkit nem érdekelne, így is egyébként, tehát hogy a, az érvényességem az, az, nagyon rövid ilyen média zajban, de hogy, hogy nálam is igyekszem olyan témákkal foglalkozni, hogyha valaki száz év múlva meghallgatja, vagy ha valaki, nem tudom én, Indonéziában meghallgatja, mhm. akkor is értse, hogy, hogy miről van szó. Uh -huh. És ez egyben nyilván hálás is, másrészt viszont meg nagyon nehéz is, mert tényleg akkor a kísértés, hogy elveszünk a konkrétumokban. Nekem még a másik, ami így eszembe jutott, hogy amikor az ember nagyon sokat magából ad, ez érvényes, szerintem rád is, lelkészre vagy mindenkire, aki, aki lényegében magát adja a színpadon, a szószéken, akárhol éppen. Hogy hogyan tudsz rekreálódni, hogyan tudod visszatölteni magad, amit kiadtál, vagy, vagy mi az neked, ami, így feltölt. Hát ez az, a pusztába vonulás, ugye mi a puszta, mi a puszta. Vagy az elcsendesedés. Ne, egyébként nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon fontos, mert tényleg az ember hajlamos darálni, 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 és most pont most volt egyébként egy ilyen két hónapom, egy ilyen rettenetes, aszályos két hónap. egyszer Mark twain kérdezték meg, hogy, hogy, hogy mit csinálna akkor, ha többé semmi nem jutna az eszébe és mondta, hogy mit csinálhatnék, hát befutott író vagyok, írnék tovább. <gül> <gül> ja, és ez, ez szörnyű. Igen. <laughs> és, és nekem volt most egy ilyen két hónapom, hogy csináltam szépen a dolgaimat, de közben éreztem, hogy, hogy, hogy nincs kedvem. Tehát nincs, Aha. nem akarom, Tudom, amikor úgy kezd föregedni, nem akarom mm -hmm. megint beülni az autóba, elmenni mm -hmm. a világ végére, kitalálni valami újat a podcasthoz, meghívni egy olyan vendéget, hogy csak ihaj, felkészülni, viccesnek lenni, megint azért, és hogy, hogy nem tudom, és ezt nem tudom, próbáltam emberekkel megbeszélni, mindenki azt mondta, hogy jó, ha van ilyen, majd, majd elmúlik, és közben belülről meg nagyon rossz, hogy, mm -hmm. hogy, hogy hogy tényleg csak abba tudsz bízni, hogy mm. hogy majd egyszer csak elmúlik, de amikor, nem tudom, én egy hónapja esik az eső megállás nélkül, akkor már nem, nem olyan őszinte a vasüt reggelente. És aztán tényleg, tényleg elmúlt, jó részt annak köszönhetően, hogy volt két hét nyugi az életemben. Csak az a baj, hogy én olyan vagyok, mint egy teherhajó hogyha behúzod a féket, akkor tíz mérföld múlva fog megállni. Igen. Tehát hogy nálam is az van, hogyha áprilisban úgy döntök, hogy picit visszaveszek, akkor az júniustól sikerül, uh -huh. mert addig már tele van a, a naptár. Uh -huh. Úgyhogy sajnos erre nagyon kell vigyázni, hogy tényleg hagyjak magamnak időt, és nem akarjak napközben mindent megcsinálni. Nagyon nehezen állok le, tehát az, hogy tényleg semmit ne csináljak, uh -huh. az nekem nagyon nehezen megy, viszont nagyon-nagyon kell. És nem tudom én, olvasni például az olvasásra, tehát tökre szeretek olvasni, nagyon hasznosnak tartom, de úgy érzem, hogy ez egy passzív dolog, az mm. egy befogadó dolog, miközben mennyi aktív dolgot tudnék csinálni, mennyi mm. mindent elintézhetnék, megváltoztathatnék a világban. Ehhez képest semmi nem változik, csak ülök mm. egy könyve, és, és nem. Tehát, hogy, mm. hogy ezek, ezek, ezekre meg kell hagyni az időt. A sportra, az alvásra, a, 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 a családra, csak úgy sima, sima normális emberi kapcsolatokra, megbeszélgetésekre És és ha ezek megvannak, akkor, akkor minden oké. Okay. Most jó, hogy pont elmondtad, hogy nincsen időd olvasni, de hogy, ahogy így beszéltél, hogy az, az ugratba, hogy van-e van valamilyen olvasmány élményed a legutóbbi, bármikori legutóbbi olvasmányodból, ami, ami nagyon megszólított téged most így a, az elmúlt időszakban? Hát most az időről olvasok egy könyvet, egy olasz kvantumfizikus írt egy könyvet az időrendje címmel, és nagyon érdekesen el. tehát hogy az első 50 oldalon így Mindent lebont a fejedben, amit eddig az időről gondoltál, és utána elkezdi újraépíteni, és ez nagyon zavarba ejtő, és így újra és újra rádöbbent, hogy mennyire picik és porszemnyiek, és semmilyenek vagyunk, és ez, ami, ami itt történik, ez, ez mennyire, mennyire jelentéktelen, és mennyire nem ismerjük uh -huh. még ezt sem. Úgyhogy ez, ez, ez mostanában nagyon kevés fikciót olvasok, és inkább ilyen non-fiction uh -huh. dolgokat, meg ilyen népszerű ismeretterjesztést és most ez a könyv, ez, ez irgalmatlanul betalált. Uh -huh. Úgyhogy... Úgyhogy csak mondom, hogy nincs olyan, hogy, hogy most. Tehát ez mm. <laughs> például az egyik ilyen állítás, mm. amikor azt tudod, hogy ha most egy 40 fényévnyire lévő bolygón belenéznénk egy távcsőbe, akkor azt látnánk, ami a Földön 1984-ben volt. De nincs olyan, hogy azon a bolygón, tehát 40 fényévnyi távolságból már nincs olyan, hogy most. Tehát, hogy a, a, a most fogalma már kezelhetetlen. És akkor mm. ez, ez nem, nem mennék bele a mélyebb elemzésbe, de hogy egyszerűen elkápráztató, hogy mennyire bonyolult és mennyire össz összetett uh, a világ, és hogy még mennyire nem értjük most sem. Uh -huh. És hogy egy egyfelől mennyire kell hozzá a hit, uh -huh. tényleg, hogy úgy ki tud egészíteni a más másfelől meg, hogy egy egyfajta ilyen uh, lekorlátozott, babonaszerű hit, <laughs> pedig hogy mennyire még jobban bezár, és még azt se fogod érteni, ami ami van. De az idő hozzád az amúgy is elég közel volt, mert például amikor a nagybandó voltatok a szemlélekbe, Ó, akkor, is, akkor, azt, akkor, azt ott is, uh, ott is mondtad, hogy, hogy most kezded érezni az időt. Azt Igen, ez foglalkoz, meg ez a következő estemet erről írom, úgyhogy ezért is olvasok most ah. ilyen De az idő, mint a saját életed ideje, vagy mint mint igen, igen. Egyáltalán, hogy hol vagyok én ezen az idővonalon, meg hogy a saját életem az. Mert az idő az egyetlen olyan forrás, ami akkor is fogy, hogyha nem használod. biztos. Uh -huh. és, és nagyon nehéz okosan használni. Meg, meg ez, most tegnap például ezen morfondíroztam egy délőttön keresztül, és írtam belőle aztán tök jó kis stand anyagot, hogy hogy vannak olyan dolgok, amik mérhetetlen boldogságot okoznak az emberben. Tehát itt a kodály módszerrel, hogyha azt mondnád, uh -huh. hogy van a dó, az csak simán az, uh -huh. hogy reggel kinyitottad a szemedet. Uh -huh. A lá, az alsó lá, az az, hogyha öt óra alvás után nyitott ki a szemed, és akkor mondjuk eszel egy, egy baklavát ebéd után, az ilyen mi vagy fá. Uh -huh. És akkor nem tudom, van a lá meg a ti. Tehát uh -huh. amikor, amikor uh -huh. így a, 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 szerelmeddel ilyen boldog egyesülésben, és az agy megduplázza olyankor a dopamin termelés, és nem tudom, és ehhez képest mi emberek beérjük a rével a maximum a mivel. Tehát ha visszagondolsz, hogy mi történt veled napközben, milyen hmm. örömért, akkor maximum egy legtöbbször egy mit, esetleg egy fát tudsz uh, megnevezni. És hogy, hogy, hogy pedig rajtad múlik. Tehát hogy, 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 miért, miért érjük be, miért nem akarunk igazán boldogok lenni. Ezen morfondíroztam teg a pegész délelőtt. Holott az idő fogy, és egyre kevesebb időnk lesz arra, hogy ilyen látidó boldogságaink legyen. Egyébként szerintem tök egyszerű. Az ember Boldog akar lenni, de valahogy mintha nem lenne rá képes sokszor. Tehát, hogy visszatart a, nem tudom, a hétköznap, a sok munka, a sok feladatod, és akkor így az emberbe itt elveszik, és aztán amikor már odaér, hogy átérték rá a napot, addigra már megtörtént. Igen. Vagy nem tudom, szóval, hogy így... Igen, de még akkor is ott lenne az, hogy akkor azt a másiknak. Tehát, ugye ez például, hogy a... Hogy nem tudom én például, tehát, hogy ha már, tehát hogy például az agynak a leg, a leg, tehát az agy tök okos, mert az agy jutalmaz. Ha olyasmit csinálsz, ami, ami jó az egyednek vagy a fajnak, akkor az agy azért jutalmaz boldogságérzéssel. És a legnagyobb jutalmat az agy a szexért adja. És hogy, hogy ott vagytok, házas emberek, és, 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 ott vagytok egymásnak basszus, erre jött létre a, a, a szövetségetek. És akkor így este kileckor leteszitek a gyereket, minden elcsendes, és akkor mi a kérdés? mit nézzünk. <gül> <gül> Tehát, hogy, hogy miért? <gül> miért? <gül> Vagy miről beszélgessünk? Igen, igen, igen. igen, Vagy menjünk aludni. Vagy menjünk aludni. Igen, 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 igen. Igen. Hát nem, nem is tudom, hogy az ember képes lenne erre abból a szempontból, hogy képes lenne elhordozni a folyamatos és intenzív boldogságot, de erről, mind, de erről mindig a Matrix jut eszembe, amit a smith mondott a Morpheusnak, hogy, hogy hogy az első Matrixot úgy tervezték, hogy minden tökéletes, és katasztrófa lett, mert összeomlott. Igen, az igen, 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 igen. És egyszerűen az ember nem bírta elviselni azt a folyamatos boldogságot vagy gondtalanságot, ami ami van, is talán a... Ez talán... a teremtésbe is, bocs. Teljesen. Igen, a teremtésbe hát, is, tehát az is... Megteremtésben a világot, minden tökéletes igen, volt az ember. Bukó. Igen, a bukó. A igen. Igen. Is, igen, igen, de egyébként, ha, ha, három évet élnél Balin, a végén ma nagyon unnált. A... megint a friss van. mangó, már nem bírom már. Megint Igen, igen, de, igen, igen ez igen, sajnos, és, és, így, vagyunk is És hogy hát az egyházban, egy, mert engem az egyházzal is ezzel szoktak viccelni, hogy hogy tök unalmas lesz, hogy, igen. mert hogy minden rendben lesz, meg minden jó lesz, hát milyen, íz, milyen izgalmas dolgok. Nincs éjség, a szomjúság. A pokolba. Igen. Nem, az, nincs ésség, nincs szomjúság, boldogság van, harsonák meg, nem tudom. Igen. Mi, mit ott? igen De ugyanakkor meg, ugye Jézusnak az nagyon nagy mondata, hogy Isten a benetek van. Tehát, hogy, van. Hogy, hogy, hogy úgy élsz le egy életet, hogy hát majd a Mennyországban, majd majd akkor. És nyilván nyilván a középkorban a, a jobbágyságot, ezzel hát, keretek közéletett tart, hogy jó, jó, persze, hiáromi persze hiáromi most hatal... egy picit megnyomjuk, de majd a mennyben megkapjátok igen. a jutalmatokat. De ha egy egész életet így élsz le, hát. hogy majd megkapom a jutalmat, az igen. nagyon így. rossz. tehát hogy, hogy igen, Isten ország itt van, és most van is be. Van. Tehát azért néha legalább, nem kell egy egész napot izé, <gül> 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 mint egy influencer, így leélet az életet, hogy úristen, egy gyönyörű minden, de hogy legalább így. Meg szerintem az, hogy meglássuk egymásban őt. Tehát, hogy Jézus, tehát minden emberben ott van a lenyomata, a Isten lenyomata, a lélek, a nem tudom. Tehát, hogy meglátni egymásba, szerintem ez tök jó dolog. Mi nem abból indulunk ki, hogy a másik jó, és a másik amúgy jó fej, hanem pont, bocs, pont az ellenkező évből, főleg így a magyar társadalom sokszor. Szerintem nem abból indulunk ki, hogy, hogy ki, ki hogy lát megtalálni a másikban a jót. Igen. Szépet. igen, hanem a másik el akar engem pusztítani. Azért így jött van. ki az útra kocsival, hogy ne, ne érjek be a munkahelyemre. Igen. igen. igen És éppen ezért nagyon nagyon jó az, hogy amikor az, em az embernek ilyen hekti minden embernek hektikus élete van, és nyilván ezt a magas dopamin szintet nem lehet tartani folyamatosan, de hogy, de hogy ebben a. És pont Jézus mutatta meg azt, hogy ebben, ebben kísérőként mellettünk van az Isten. Tehát, hogy annyira, annyira jó az, hogy hogy, 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 akár a magas a, 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 hegyek, a, hegyek, tetején, vagy akár a legnagyobb mélységekben is ott, ott kísér bennünket az Isten is. Talán ez, ez egy nagyon, nagyon fontos üzenet az Istennel kapcsolatban és az Istennel való kapcsolatban, hogy, hogy ő egy kísérőként van ott mellettünk, aki minden szituációban legyen az bármilyen, ott velünk tud lenni, és ez nem, nem közhelyként ez a halálárnyékának völgyében járok is, de hát nem véletlenül a közhelyek sem véletlenül válnak közhelyi hanem hanem pont azért, mert ezekben a bármilyen helyzetekben ott van velünk az Isten. És talán még egy visszacsatolás itt a, 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 a is dologra, hogy, hogy minden nap friss mangó, meg a mennyországra, hogy milyen unalmas lesz, hogy hogy azzal a reménységgel vagyunk, hogy folyamatosan kísér bennünket az Isten, hogy valami olyasmit kapunk tőle, ami, ami elgondolhatatlan uh -huh. most abban a, abban a rendszerben és abban az életben, amiben most vagyunk. És ez nem, az én számomra ez ez, ez egy sokkal szélesebb látóhatárt nyit a, a, az életre, és nem, pont, hogy nem beszűkíti. Uh -huh. Persze, mert a mostani elméd, de nem tud elgondolni azt, ami az lesz. Tehát, Egen. hogy most be vagy szűkítve arra, ami most van. Igen és ezért az valami plusz extra, non plusz ultra, all inclusive, igen, nem tudom. vagy certeza, legalább jó irányba tévedünk, hogy Louis Sziké mondta mert hogy az, az milyen szíves ha te ista vagy, és a végén kiderül, hogy az egész van. és meg az, hogy, ne, 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 ne. Ne. <suk certo> ne, ne, és ott van fehér szakál, meg <suk certo> ne. És hogy fordítva viszont a egy életet ívőként, és nincs, akkor maximum egy ilyen tized másodpercnyi érzés De hogy. <gül> 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 ez jó. <laughs> Olyan, hogy izé, de, hogy, de hogy igen, hogy, 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 hogy felfoghatatlan uh, mai feljel. És nyilván ez, ez ezt, a fa, ezt a képet is újra és újra meg kell haladni. Tehát ahogy halad a világ, ugyanúgy újra és újra meg kell haladnunk uh, a saját uh, Istenképünket is. Tehát, hogy már rég nem arról van szó, hogy a, a Mennyország ilyen izé, fel... Őkön, angyalkák igen. hárfáznak, és igen. egy szakállas bácsi igen. Ö, fogad minket egy fényes széken. Tehát... És van egy kapu. És van egy kapu. Nem? Igen. Ez igen. Ez igen. Ez van egy kapu. És ezzel ez, ez is, nem tudom, én morfondíroztam, hogy én, én világéletemben ilyen ilyen lúzer voltam, főleg gyerekként, tehát én voltam az, akit mindig szivattak, és mindig, és hogy majd valószínűleg ez lesz, hogy majd ott megjelenek így a, 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 a trónus előtt, és majd mondom, hogy de hát így bekopogok, hogy jöttem és akkor pillant pillanat mindjárt, mindjárt Megjött a tulaj, azt mondta, hogy ő, az ő, miért vagy itt? Már azt mondták, hogy egész szeptemberről ennyi a mennyek kországon. itt a főbérlő gyerekek és akkor majd az úrszín eléjárok, aki azt mondja, hogy jó, hát akkor foglalj helyet a jobbomon. Mondom, a jobbomon te szerencsét. Biztos, tehát amit cifesz magad el egy életen keresztül, az meg azt, azt, görgeted majd tovább. Mert... De a lúzerséged elmúlt, nem? Igen, igen, igen. Hát jól. most már kerülöm azokat a helyzeteket, tehát ez úgy van, tudod, hogy hogyha, ha rossz futó vagyok, akkor kerülöm azokat a helyzeteket, akkor futni kell. Tehát ez a, ez a jó a felnőtt korban, hogy hogy a, a személyiségedet is igazítod a körülményekhez, de a körülményeket is a személyiségedhez. Igen. És, és a másik, amit morfondíroztam, csak ez, hogy 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 nevelem a, a gyerekeimet, hogy ez olyan érdekes, hogy hogy azért Jézus is milyen nevelést kapott, nem? Józseftől. Tehát, hogy lehetett tudni az első pillanattól kezdve, lehetett tudni, hogy ő lesz a messiát. Tehát azért született ide, hogy ő lesz a messiát. És az apja nem az és, apja? Igen, és ő nem az apja. Nem Ehhez ő, képest, nem? egy mit mondott József? Jó de azért legyen egy rendes szakmád. Szakmán. <szerűen> <laughs> Igen, és ugyan, hogy hiába lesz, lesz, lesz legyen ács, tehát olyan nincs. Jó, de miből fogsz megélni? te miből fogsz megélni? És ugyanígy vagyok én is a gyerekeimmel, jó, 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 de legyen egy rendes szak. Jó, még bocsánat, nekem még egy eszembe jutott egy alatt állentunk szót, és ö, nekem az a, a, nagyszerű ebben a szakmában, amit te csinálsz, egyébként a sajátomban is, hogy azt csinálok, amit szeretem, és amire talentumot kaptam. Szerintem az is baromi nehéz, hogy rájöjjön valaki, főleg egy fiatal arra, hogy neki mi a talentuma. Tehát, hogy ő miben lesz jó, miben lesz ügyes, ő be tud kiteljesedni, úgy élni az életet, hogy lehet, hogy a dopaminszintet nem tudom föntartani, de legalább azt csináljam, amit szeretek, ha már rendes szakmám van, most bocsánat. Igen, de lehet, hogy én. rendes szakmámat nem szeretem. Tehát, hogy te mikor, mi volt az a pont, amikor rájöttél, hogy van talentumod erre, és hogy érzed-e a felelősségét ennek a talentumnak, amit kaptál? Ezért nagyon jó, amit mondasz, mert tényleg, hogy ez a kettő kell, hogy olyat mi ez van adottságod, és szereted is, mert De. egyik a másik nélkül az uh -huh. pokol. Én nem tudom, én valahogy világéletemben e gravitáltam. Tehát, hogy nem tudom, én a minisztrálás, hogy ott ülök a hívekkel szemben, néptáncoltam gyerekkoromban akkor nem tudom, én egyetem alatt jártam játszó körbe, játszókörbe, körbe, vagy még, még, gimnázium alatt, egyetem alatt írtam novelákat, és voltak ilyen több felolvasó estek, meg ilyen önképzőköri estek, egyetemen tanársegédként álltam a katedrán, tehát hogy valahogy, valahogy ez nekem teljesen egyértelmű volt, hogy én arccal a többiek fele vagyok, és én mondom meg, hogy mi van. Uh -huh. <laughs> ez nem ez kezdetektől ez, 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 így alakul, csak hogy maga, a, hogy ez, ebből hogy lett stand-up, az tényleg egy merővéletlen ö, műve, de nagyon örülök, hogy így van. És az viszont, hogy szereted, az, az meg olyan érdekes, hogy, hogy szerintem ez a kitartás, hogy azt csinálsz, amit szereted, de akkor is, amikor nem szereted. Uh -huh. Uh -huh. Mert nem mindig szeretett. Tehát hogy, hogy ha, mint, hazudnánk hogy nincs, mind a igen. hárman, ha így azt mondanánk, hogy ti is minden reggel úgy ébredtek, hogy jaj, de jó, hogy lelkész vagyunk. Ah. Úgyhogy úgy, hogy, úgy, hogy ez a nehéz, és ilyenkor kell magadat emlékeztetned arra, hogy hát, hát én ezt szeretem. Tehát, hogy én ez azért csinálom, mint a házasságban. Igen. Hogy, hogy, még ha haragszik is rád a másik, egyszer a feleségem nagyon haragudott rám, és én már mindenféle, nem tudom én, rossz szenáriókat vizionáltam, és akkor, amikor napok múlva újra szóba állt velem, akkor mondtam, hogy figyelj, én már tökre megijedtem, hogy itt mi lesz velünk, és mondta, hogy mi lenne. Hát hozzád mentem feleségül. És ez a hivatásodra is tökre igaz, hogy hát mi lenne, hát ez a munkám, ebből élek, ez a hivatásom, ez vagyok én. Meg ennek a felelőssége, hogy őt vállaltam, hogy elég, vagy az, hogy én ezt... Vele megelégszem, az olyan szép a református. Evangelikusoknál is van Nincs, ez a mondat pont hiányzik. Igen, van egy ilyen kis hasznátautó.hu íze, nem? Egyébként én ezt uh, átvenném a reformátusoktól. Uh, de egyébként, egyébként. Ez zseniális egy mondat. Elég. Mert mindig lesz szebb, okosabb, csinosabb, fiatalabb. Igen. Tehát, hogy de én vele megelégszem. Igen. igen. Meg a másik, hogy szerintem ennek a felelősséget, tehát hogy én vállaltam a felelősséget annak, hogy lelkész vagyok te, hogy vagy humorista, vagy az emberekhez szólsz, azt nekik a podcastban. Tehát hogy szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy én ennek a felelősségét vállalom is érzem és tudom, és persze, hogy akkor emlékeztetni kell magam, hogy egyébként lehet, hogy én más embernek a támasza vagyok, vagy a segítője, nem omolhatok össze, de ettől uh -huh. főleg van olyan, hogy úgy kellek, fel, hogy nekem élni ke nincs kedvem, vagy, vagy egyáltalán a munkámhoz, vagy hivatásomhoz pont ma nem, nem úgy keltem, hogy éppen van erőm hozzá. Igen, hát az... mint ma. Ajj, kapafú, <síthat> mindent csináljuk. <gyerek>. Persze. <síthat> <síthat> és Mik a terveid? a. összejönni? Élni, élni, most élni. már semmi más. Tényleg? Tehát, hogy nem de hogy vonulok? Nem, nem úgy nyárra pihenni. Ja, nyárra uh -huh. én mindig? Mindig. Ahogy vége a Sulinak, most sajnos egy héttel később, abban a pillanatban, tehát pénteken vége, szombaton utazunk, ez mindig így van, és mindig Olaszországban nyitok egy-két hétre, és az olyan jó, mert már rögtön nyár elején fölveszed azt a tempót. Uh -huh. Uh -huh. Tehát az olyan rossz, hogy tolod július végéig, és utána augusztusban tudsz csak lelazulni. Én már júniusban, és ha utána még van is munka, már azt is ezzel a nyári ritmussal tudom csinálni. Uh -huh. És akkor nagyon kevés fellépés van, és ilyenkor gondtalanul tudok írni, mert nincs meg az a stressz, hogy el kell mondjam színpadon. Aha. Uh -huh. És ez jó, mintha másnak írnék. Tehát, hogy uh -huh. hogy. Hogy majd lesz az az ember, aki majd ezt szeptemberben el fogja mondani valahol, de te csak most írd meg, az a lényeg. Igen, nyilván van olyan, hogy nincs ihlete az embernek. Vagy van, nem tud írni, van. vagy nem jön úgy. Van, de akkor nem kell erőltetni. Tehát ez no. ilyen perisztaltika, ez az egész no. alkotó munka. El, 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 megfeszülés, elernyedés. És mm. nem lehet mindig megfeszülni se, meg az se ha sokáig hagyod elernyedve az izmaidat, mert akkor el. de mert egyszerűen érezni kell ezt a, ezt a ritmikus összehúzódást. Uh -huh. hogy mi az, amikor most jó, most megnyomhatjuk, és mi az, amikor inkább hagyjuk. Úgyhogy ez. Nektek uh -huh. ezt elkészek, van uh, szabi? Persze. Uh, van. Még papíron. papíron. Mert a papoknak mindig az volt, hogy hogy a nem tudom, én Imre atya elment szabadságra a lelki gyakorlatra. És mondom, nem hiszem el, tehát, <laughs> van. van két hete az évben, mikor béke adják a nénik, és akkor el, elmegy lelki gyakorlatra, miért nem megy a Monte carlo nem. <laughs> Van egyébként, de nekem például sokszor van, hogy tudod, minden vasárnap prédikálni kell, tehát valamit produkálni kell. Igen. És van olyan, hogy mindig elolvasom már hét elején, amiről kell, van egy kis gondolatfizetnek hívom, és akkor jött közben így eszembe jutnak gondolatok, aztán ez egy inkubálódik, tehát mire eljutok vasárnapig, általában azért már úgy tök összeáll. De Aha. van olyan, hogy annyi minden történik, hogy egyébként nincs gondolatom, a ahhoz az igéhez most nem is kapcsolódom, vagy úgy nem megy, és akkor ott vagyok szombat este, hogy hát, hogy ez most így annyira nem jött össze. Aha. És ez egy nagyon-nagyon nagy teher, hogy mondj másnap valamit, és akkor nekem van olyan, hogy lecserélem az igét. Egyszerűen nem megy. Olyan is, az ritkán van egyébként. De van olyan, hogy hogy fölkelek hajnalban, amikor csend van, a gyerek is alszik, és, és akkor ott úgy, azért úgy megindulnak mm -hmm. a gondolatok, de alapvetően nekem kell egy hét Aha. hozzá, hogy ez így Igen, így rá kell, áll, ki kell adni az agyadnak a parancsot. Nekem is sokszor az van, hogy na holnap után írni fogok, és akkor már két nappal előtte így, így készítettem a kis tudatalattimat, hogy majd, majd figyelj, majd majd össze kell kapcsolni emlékeket, érzéseket, éveket, és akkor majd így össze kell húzni a vonalakat a gombostük között, de hogy kell kapcsolódni az igéhez. Tehát nem mondhatod azt, hogy elmondod, nem tudom én a, 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 a tékozló fiúról az igét, és akkor utána azt mondod, hogy híveim, szerdán ez történt velem, és tök nem kapcsolódik hozzá azaz azt feldolgoznák, nem? Tehát ez ilyen, ez ilyen, ez ilyen, ez ilyen <gibb> a... rádiós tévés szerkesztői kényszer. Valahogy kapcsolódjunk, és akkor... Ez nem is figyelnek. Hát, olvasod, olvasod az, el az, el az, az igét, bőszerű. nem is figyel senki. <gibb> <gibb> Egyébként az, 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 ebben van igazat sajnos. Tehát az olvasod, és azon gondolod, hogy levettem soks... a húslevest a gázról. Én... én Nekem ez egy rendszeres nem tudom, eszközöm. Elolvastam az igét, és aztán egy picit összefoglalom azért az igéjhirdetésbe, három mondatba, hogy Aha. amúgy miről szólt. És azt csinálom, hogy megnézem teológiailag, szövegileg, az héberül görögül, milyen szavak vannak ott, hogy néz ki. Tehát így kicsit elemzem, teológiailag, megnézzük az értelmét, és aztán ahhoz kapcsolom hozzá esetleg a saját tapasztalatot, mm -hmm. élményt, valóságot. Mm -hmm. Tehát, hogy én így megpróbálom ezt így egybegyúrni, ez három vonal, és, vagy három ilyen, hogy mondjam neked oldalról megközelíteni, és azt próbálom összegyúrni, de ez nem, nem annyira egyszerű, tehát azt hiszik az emberek sokszor, hogy kell egy lelkész, vagy egy humorista, elmondja azt, az egy órát dolgoztad, ez nem egy ne, óra munka, nem. hanem az kőkeményen van, hogy 8-10 óra munka, van, hogy, van, hogy egy, egy, egy ige hirdetés nem egy hétnek az inkubálása, hanem van, hogy egy életé, uh -huh. tehát, hogy, hogy ez nem egy olyan produktum, amit csak úgy így uh -huh. le lehet, hanem ez egy ennél több és például ilyen, nem tudom én, podcastokból, vagy ilyen, nem tudom én, önismereti könyvekből, vagy ilyesmikből tudtok inspirálódni a, az ige hirdetéshez? Tehát, hogy, hogy persze, ki tudtok-e állni a, a, nem tudom én, a liturgikus térben ö, olyan dolgokkal, amik ilyen, ilyen profán uh -huh. forrásokból származnak? Hát, Mert, igen. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy, vagy legalábbis én, ahogyan az igi, tehát az én ige hirdetéseim azok 90%-ban mindig egy, egy hétköznapból vett példával indulnak. Aha. Tehát, ami amik, tulajdonképpen aha. az értelmezési keretet és tulajdonképpen a hangulatot is megadja ahhoz, hogy azt a tartalom, ami az igéből érkezik, az meg, annak meg kell ágyazni, aha. és hogy az, az oda meg tudjon érkezni. Tehát, ez, mert, igen, mert... ez alap, hogy az ember reflektál egy ige hirdetésben, elsősorban mondja Isten igére, ugye ez a különbség a szentbeszéd meg, meg, az ige hirdetés között, hogy, 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 mi nagyon szorosan kapcsolódunk ahhoz a bibliai szakaszhoz, csak egy kicsit visszacsatolva az előzőre, ami, ami, ami az adott vasárnapnak az ige szakasza. De hogy, de hogy mellette ott van a, az a kontextus, amiben élünk, uh -huh. tehát hogy ezt a kettőt ha nem feltétlenül mindig ütköztetni, de reflektáltatni mindenképpen kell, és hát ott van, amiről meg a, az elején beszéltünk, az önismeret része, hogy amit én magamból beleteszek ebbe uh -huh. az egészbe. Tehát ez egy tök fontos, hogy ez, én így látom ezt a három lábat is különben, is is tehát értem hogy ez, ez így, így, így kellene, hogy összeérjen minden uh -huh. esetben a szószéken. Én bocs, profán dolgokra, én, én, mindig beleteszek. Tehát egyébként én a Attila Pilinszkin át bármit, tehát én nagyon szeretem a, az irodalmat is belevenni, a saját tapasztalásomat, de van egy filmélményem, akár azt is, hétköznapi dolgokat, tehát én ezt mind, mind, mind beleteszem, és szerintem nagyon fontos, hogy az, amit a Viktor mondott, hogy tudják kapcsolódni az emberrel, azokkal, mm. akik ott vannak. És nekem egy nagyon fontos van, amit mindig betartok. Én leírom az ige hirdetésem, de 5-6 kulcsót írok, és fájból mondom. Én nem nézek a papírba. Abban a pillanatban, hogy ez, ez így történik, uh -huh. nincs meg a kontakt az emberekkel, tehát nem lehet olvasni. Én nem olvasom. Aha, igen, soha. nem tudsz menni a flóval, ha nem tesz azon köröszkálsz. Jó, bocsánat, azt kihagytam még az előzőhöz. Igen. Hogy... Meg, hogy igen. nézni a betűket, meg közben az agyad már amúgy a következő gondolat, az nem megy. Tehát, ha ez fájből megy, és lélekből, szerintem az sokkal igen. jobb. Meg szerintem az van, és én ezt a, a Katolikus Egyháznak tökre a rovására hogy ugye megérkezel az életből a templomba. És akkor ott vagy a templomba, és akkor utána ott voltál a templomba, és utána visszamész az életbe. És mintha ez a kettő egy tök külön dolog lenne. Tök külön. Tehát jó, 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 főztem, levettem az ízét, főztem a ruhám, levők a templomba, ott a templomba, a templomban nem esik szó az életről, az életben nem esik szó a templomról. De nem, minthogyha így, izé, mint, alternatív nem, nem én. valóság. Igen, igen, igen. <laughs> igen hogy, hogy, és ha, ha a pap vagy a lelkész nem visz be az életből dolgokat a templomba, akkor te se fogsz utána kivinni dolgokat a templomból az életbe. Akkor a kettő megmaradt két ilyen külön fióknak a, a fejedben. Hogy, hogy oh igen, az a templom, az élet meg amúgy tök más. És, és hogy, hogy nem nem tök más. És a, a nyilván teológiát tanultok ti is hosszú évekig. A katolikus papok is teológiát tanulnak. A teológiát bele tudja vinni a szembeszédbe. De nem tudja belevinni a pszichológiát, nem tudja belevinni a, a nem tudom, egy csomó mindent nem tud, amire viszont a mai embernek sokkal nagyobb szüksége van. És ott ülsz te emberként a problémáiddal, ami a többi 167 órában történt a héten, abban az egy órában, ott ülsz azok a problémákkal, semmi választ nem kapsz rájuk, semmi rezonál, és nem is a rezonál, ami elhangzik azzal, ami amúgy veled 167 másik órában történik, és akkor kijössz. jó, hát láttuk, ott volt, köszöntem az ügydéknek, azt, azt, annyi. Érted? De hogyha ha, ha te lelkészként be tudsz vinni életet a prédikát, tehát hogy valóságot, életet, em, ez egy sorsot, bármit a a az ige akkor tudja majd az az ember is a templomban történteket magával vinni az életbe. Amit te is említettél már, hogy uh -huh. a válaszokat nem is, de kérdéseket belepotyantunk a fejbe. És az emberek nem teológiai dolgokon morfondíroznak otthon. Tehát azt nem úgy van, hogy kijön a misérő, és azt mondja, hogy igen, hogy végül a Szent Háromság, egy Isten három szemébe, de hogy Szent az atya adta, és hogy leszállt, nem ezen morfondíroznak hazafele, hanem, hanem újra elkezd morfondírozni azon, hogy nem tudom én a kamaszlányommal, hogy értsek szót. És, és, ha, ha el vagy rugaszkodva, és ugye a katolikusoknál annyira rosszabb a helyzet, hogy a papnak nincs a lányja, tehát nem, tud, nem, tudja, nem, tudja, megmondani. Úgyhogy ez, ezért, ezért tök fontos szerintem, hogy, hogy, hogy ti is például, nem tudom én, egy podcastból, ha egy, egy jó idézetet találtok, vagy bármit, akkor izé. Tehát, hogy akár, akár lehet, hogy nem az ígérő jut eszedbe a, az a heti ige hirdetés, hanem lehet, hogy egy podcastet hallgatva, vagy egy újságcikket olvasva, de hogy tök fontos, hogy két lábbal járjatok, meg éljetek ti is. Tehát ugyanazt az életet én éljetek, mint más. Olyannyira két lábbal járok, én úgy megyek Isten tiszteletet tartani. Ezt az emberek el sem tudják gondolni. Azt hiszik, hogy a, már előtte rá, ráhangolódok hajnalban, de úgy megyek át, hogy jó, raktam a leves bezöldségeltem, rátettem a vegetát és a gyerek fogja a lábam, anya, anya, légy színe, mennyel! És így, indulok neki, Luther kabátba, Aha. érted? ez az indulás, innen indulunk a templomba. Aha. Ami igen. ugyan a szomszédban van, és öt, kettő perc átmenni, de közben már a gyerek ordít, már kérdezi, már nem igen, tehát, De Te érzed a utoljára, mert mindenki ott ül. úgy se kezdődik, mert nem vagyok de, de... De alapvetően így indulunk neki, tehát az életből megyek be Aha. a templomba, és ebben picit igazad van, hogy sokszor a, és ezt szerintem a, a templom előnye és egyben hátránya, hogy ott egy ilyen tök más tér van, egy ilyen axis mundi, nem tudom, egy ilyen uh -huh. tök más tér, univerzum, idő, más az illat, más a feeling, egy ilyen nyugodtság van, meg hideg, és egyébként én akkor már úgy áttok szellemül, amikor már beértem, tehát uh -huh. nekem ez egy jó pont, de az, ha nem viszem be az életet, az egyetértek az, egyet értek, az uh -huh. úgy nové, tehát az úgy nem működik. Uh -huh. És egyébként erre van, tehát például a családi nekem a kedvenc műfajom, amikor ott vannak a gyerekek, hátul én csináltam ilyen baba és gyerek sarkot, lesik a labda, lesik a kis autó, ordibásír, szalad, ez az élet. Mm -hmm. És ha ezt a templomba, amúgy be tudod vinni, és a gyerekeknek adsz egy ilyen pluszt, és az, az igehirdetés szól a gyerekhez, szól a szülőhöz, az nem könnyű műfaj. Mindenki ezt szól, de úgy mennek. Igen, el, mint jó hogy... Disney film. Igen, <laughs> aminek a vége, igen, igen. és mindenki örül. Igen, Ez a legnehezebb műfaj szerintem, de megcsinálható. Baromi sokat kell készülni rá, és nem szabad, és ez is fontos, ne legyen 45 percnél hosszabb, mert nem bírja ki a gyereket. Az, az, az én gyerekem sem bírja ki más is. Aki meg kibírja, az, az egy hős. Tehát, hogy, tehát ezeket például én szeretem betartani. Mondjuk azért azt engedtessék meg, hogy vannak kitűnő katolikus ige hirdetők is. Igen, tehát, hogy ezért igen. Ez el. 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 Hát vannak, igen. akikre az arándokolnak. Igen, emberek. igen. Én is annak idején Barsi Balázsra, Ferenciek térére jártam be húsvét előtt, és tátott szájjal minden vasárnap hallgattam. De csodálatos, csodálatos emberek vannak. Nyilván nem lehet elvárni minden plébánostól, hogy... Persze. Hogy, izé, hogy... Ugyanúgy az evangélikus lelkészek mindegyikétől sem, tehát hogy Igen. nyilvánvaló. Nyilvánvaló. Igen. Ö, eszembe jutott közben, hogy ö, az első évem, tehát amikor ö, segédlelkész voltam még, ö, káplán, más terminológiával. Aha. Akkor én a 11. kerületbe kezdtem Kelemföldön, és volt az ökumenikus hét és ott a Szent Imre templomban voltunk a Feneketlen tónál, és uh -huh. én prédikáltam uh -huh. kezdőként, és most csak, hogy az élet bevitele, hogy hogy és azt hiszem a paradicsomos káposzta volt a példa, amit hoztam. Már nem tudom, miről beszéltem, de kijöttem a templomból, azért így kaptam tekinteteket, és akkor, és akkor így, ugye ott voltak csehnyet, mindenféle... Igen, és akkor és az volt, hogy, hogy, szerintem ezek a falak most hallották először ezt a szót, hogy <gül> <gül> Igen, de a pucyán, ezt, kicsúszik a szád egy és milyen rég mondtam, talán még Igen, És Így van. Igen Igen. 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 Csak hogyha már a Szent Kapcsolódás. Ha ezután a beszélgetés után bárki kedvet kapott egy jó paradicsomos káposztához, az bátran álljon neki otthon, receptek a leírásban, a podcast leírásában. Iratkozzatok fel, nem tudom, ilyenekre szoktátok-e buzdítani a igen, hallgatókat. Igen, igen. Lájkoljatok minket, találkozunk nem velem, igen. hanem Orsiol és Viktorral egy hét múlva. Hónap. Egy, egy, hónap, hónap múlva. egy hónap múlva. Te jó Isten, egy hónapot kell várni, <laughs> hogy ez a két csodálatos lelkész újra vendégüláson valakit. Sziasztok! Hello! Hello!